PSTV gazdasági hírműsorát, a Mérleget látják, köszöntöm nézőinket. Rövid híreinket követően az Osztrák Nagykövetség kereskedelmi tanácsosának pécsi látogatásáról készített tudósításunkat tekinthetik meg. Vendégünkkel dr. Fülöp Lászlóval, a Dél-Dunántúli Regionális Energia Tanácsadó Központ igazgatójával, a hőtechnikai szabvány alkalmazásával kapcsolatos problémákról beszélgetünk. A Bayernwerth Hungária, amelyhez három magyar államszolgáltató, köztük a DEDAS és egy gázszolgáltató tartozik, az elmúlt héten tartott sajtótájékoztatót. Tavaly a csoport vállalatai együttesen több mint 10 milliárd nyereséget értek el. 1998 végén a négy szolgáltató majdnem 7000 dolgozót foglalkoztatott. A DEDAS részvényeseinek mintegy 1,5 millió forint osztalékot fizettek, ami részvényenként 550 forintot jelent. A vállalatcsoport az elmúlt évben 21,5 milliárd forintot fektetett be, az idei évre 30 millió forintos beruházást terveznek. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium országos rendezvénysorozatának következő állomása Pécsett lesz június 4-én. A Magyar Gazda címet viselő akció célja, hogy az Európai Uniós csatlakozással kapcsolatos kérdésekről informálja a gazdákat. Az eseményről előzetes tájékoztatást tartanak a szakmai zsűri tagjai, valamint a minisztérium képviselője holnap a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Pénteken volt az a megbeszélés, melyen a Baranya megyében működő ipari parkok által nyújtott befektetési lehetőségekről tájékoztatták dr. Rejtő Péter kereskedelmi tanácsost, aki az osztrák vállalkozókat képviselte Pécsett. Bár konkrétumok egyelőre nincsenek, az érdeklődés nagy a már jó infrastruktúrával rendelkező parkok iránt. A Budapesti Osztrák Nagykövetség kereskedelmi osztálya által kezdeményezett tájékoztatón a megyevezetői mellett már működő vagy tervezett ipari parkkal rendelkező városok polgármesterei vettek részt. Itt nyilván van egy néhány olyan kezdeményezés Baranyában, olyan ipari parkok létrehozására, amelyek hát még nem működnek, de várhatóan a közeljövőben működni fognak, és gondolom az osztrák partnerek is hosszabb távon próbálnak gondolkodni, hogy hosszabb távon milyen lehetőségek rejlenek a Baranyában működő vagy tervezett ipari parkok. Ugye a pécsi az valóban működik már, de terveznek ipari parkot Bolyba, terveznek Komlón, és hogyha jól tudom, Mohácson, tehát lesznek lehetőségek, vagy akár Sásdon is. Bár a pécsi ipari parkban még nincsenek osztrák vállalkozások, de az országban már jelen vannak a befektetők, és az eddigi pozitív tapasztalatok alapján a pécsi park is eséllyel pályázik. Fő célja a látogatásomnak most, hogy tájékoztassam saját magamat arról, hogy milyen lehetőségek vannak Pécsett, hogy vannak felszerelve az ipari parkok, milyen lehetőségek lesznek nyújtva, és ezt az információmat, amit itt megkapok, továbbítom Ausztria, osztrák befektetők felé. Az elmúlt héten az Európai Uniós előírásokhoz igazított hőtechnikai szabvány alkalmazásáról rendezett egynapos tanfolyamot a Dél-Dunántúli Regionális Energia Tanácsadó Központ. Szeretettel köszöntöm vendégünket, dr. Fülöp Lászlót, a központ igazgatóját. Milyen céllal és kiknek rendezték önök ezt a tanfolyamot? Hát én is köszöntöm a nézőket mindenek előtt. Ezt a tanfolyamot az elsőfokú építési hatóságok szakembereinek rendeztük, tehát azoknak, akik az építési engedélyezésre beadott terveket elbírálják, ezeknek a terveknek van hőtechnikai melléklete is, tehát őnekik ezeket a hőtechnikai számításokat is kell tudni ellenőrizniük. A cél viszont, amiért megrendezték, nem kifejezetten, nem csak, nem kizárólag az Európai Uniós csatlakozásnak megfelelő szabványok. Nem is ez a lényege igazából, erre nincsen kifejezetten Európai Uniós szabvány, hiszen minden országnak annyira mások az építési szokásai, hagyományai és főleg a klímája, hogy nem látszik észszerűnek egy átfogó szabvány létrehozása. A miénk egyébként talán legjobban a Svájchoz hasonlít, ami nem is tagja az Uniónak. Egyszerűen korszerűsítésre volt szükség az előzőhöz képest. Mikor jelent meg az új szabvány, és mekkora változást jelent? Nagyon nagy változást jelentett az előzőhöz képest, amely mindössze néhány adatot kívánt meg. A bemenő adatok száma néhány tucat volt, a mostaninál pedig több száz. Tehát ez mutatja, hogy nagyon nagy a változás.
Talán ez is az oka, hogy annak ellenére, hogy már 92-ben érvénybe lépett, még mindig vannak problémák az alkalmazásával. Milyen problémák merültek fel az új szabvány alkalmazása kapcsán, tekintve akár a különféle épülettípusokat is? Tehát a probléma az, hogy a szabvány olyan új fogalmakat vezetett be, hogy azok a szakemberek, akik régebben végeztek, ezek egyáltalán nem ismerik ezeket a fogalmakat, a szabvány pedig nem arról nevezetes, hogy mindent részletesen megmagyaráz. Tehát valójában nekik nagyon nehéz utána nézni, hogy mit is takarnak ezek az új meghatározások. Ebben próbáltunk segíteni. Épülettípustól viszonylag független a szabvány, ez cél is volt a kidolgozásánál, hogy ne hozzon előnyös vagy hátrányos helyzetbe különböző típusú épületeket. Talán azért a kisebb épületek mindig hátrányosabb helyzetben vannak abból a szempontból, hogy a tervezési költség, az egész költségvetés kisebb, és az elvégzendő számítás az nagyjából ugyanakkora energiát és pénzt igényel, mint egy nagy épületnél. Tehát a nagy épületnél nem probléma ezt megvalósítani, kicsinél esetleg. Ha már a nagy épületeknél tartunk, a Magyarországra települt multinacionális cégek odafigyelnek a szabvány betartására, gondoljunk akár egy zöldmezős beruházásra. Nem különösebben, hát ők feltételezik, hogy az itteni szakemberek, tervezők, beruházók a magyar szabványoknak megfelelően végzik az építést. Talán még egy kicsit nehézséget is okoz az, hogy ők a saját szabványaikból indulnak ki, meg és a saját szokásaikból, és itt tapasztalhattunk néhány olyan beruházást most a közelmúltban, ahol például elektromos energiát túlzott mértékben vesznek igénybe, mert náluk az a szokás, és nem mérték fel kellőképpen, hogy ez a mi árviszonyaink között majd túl sokba fog nekik kerülni. Mennyi többletköltséget jelent, illetve jelent-e egyáltalán többletköltséget a szabvány alkalmazása, és megtérül ez később? Nem feltétlenül jelent többletköltséget, sőt, ez kifejezetten egy ilyen többet ésszel, mint szigetelő anyaggal szemléletet sugal, erre próbálja ösztönözni az építészeket, tervezőket, hogy elsősorban azokat az eszközöket alkalmazzák, ami egy jó, hőtechnikailag átgondolt tervezés. Tehát minél tagoltabb egy épület, annál nagyobb lesz a fajlagos hővesztesége. Minél rosszabb a tájolása, annál nagyobb lesz. Tehát hogyha kompakt formálás van, délre tájolják, akkor valószínűleg kevesebb lesz, mint az előző szabvány szerinti megoldásnál. Ha viszont északra óriási üvegezéseket csinálnak, akkor jóval többe fog kerülni. Mi történik azokkal az épületekkel, amelyek régebben épültek, és jelenleg nem felelnek meg a hőtechnikai szabványoknak? Semmi, senkit se lehet arra kényszeríteni, hogy a meglévő épületét utólag hőszigetelje. Erre legfeljebb a gazdasági körülmények kényszeríthetik, vagy motiválhatják a tulajdonosokat. Ha megéri hőszigetelni, meg fogja tenni, ha kap hozzá támogatást, meg fogja tenni. Kifejezetten kényszer nincs, illetve hogyha komoly átalakítás lesz, tehát felújítás, akkor már vonatkozik a felújítandó épületre az új szabvány, tehát az szerint kell csinálni. Köszönöm szépen, hogy bejött hozzánk. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, a Mérleg új kiadásával, friss hírekkel, az esti hírórával jelentkezünk. A műsorral kapcsolatos észrevételeiket a képernyőn látható címre várjuk. Most kérem, tekintsék meg a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara aktuális információit. We'll be right back.
Köszöntöm a tévénézőket. A mai nap a budapesti értéktőzsdén az esés volt a jellemző. Jelenleg a Bux Index 103 pontos esést követően 6336 pontos értéken áll. A vezető papírok közel 3%-os esést könyvelhettek el eddig a mai nap folyamán. A MOL 5950, az OTP 10745 forintos áron áll jelenleg, a Matáv 1373, a Richter 8980 forinton áll. A nemzetközi piacokról terjedt, tehát a magyar piacra is ez az áresés, ugyanis az amerikai piacon egy közel 2%-os korrekció volt az argentin valuta esetleges megremegésének hatására, illetve hogy az amerikai piac esetleg néhány szektora túlértékelt. Ennek hatására a mai napon a magyar piacon is folyamatos áresés volt jellemző. Most egy kisebb korrekció történt az elmúlt egy órában. Ennek hatására 20 pontot emelkedett a Bux Index értéke, de ez változatlanul egy másfél százalékos esést jelent.